hazai mérkőzésünkön szoktam mondani, hogy én 6000 néző alatt nem is játszottam. Az meg kimondottan szerencsés volt, amikor 10000 fölött volt a néző egy Fradi mérkőzésen, egy budapesti csapatok ellen általában azért mindig így 10000 nézők voltak, akik tényleg nagyon szurkoltak is, és hát abban bízom most, hogy szeretnénk felkerülni az NB1-be. Remélem, hogy a játékosok is, az edzők is megtesznek érte mindent, úgyhogy bízom benne, hogy az igazolt játékosok is pluszt hozzá tudnak tenni, már csak azzal is, hogy a stadionunkban remélem nagyon sok néző lesz, újból tudnak szurkolni nekünk, és természetesen akkor az eredményeket is tudjuk hozni.